Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Április 18-a van Andrea névnapja, 69 éve hunyt el Albert Einstein, német Nobel-díjas fizikus. Műsorunk elején érkeznek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Június 2-án tartják meg Szerbiában az összes aktuális önkormányzati választást, ismertette Anna Brnabić. A VMS elnöke a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével egyeztetett. Az intermodális áruszállítás fejlesztési lehetőségeiről tanácskoztak Újvidéken. Községi közlekedési versenyt tartottak Magyarkanizsán. Június 2-án tartják meg Szerbiában az összes aktuális önkormányzati választást, ismertette Anna Brnabić. A köztársasági képviselőház elnöke elmondta, erre a napra tűzték ki a megismételt belgrádi önkormányzati voksolást, valamint a Szerbia az erőszak ellen és a remény ellenzéki tömörülések kérésére a többi önkormányzatban is ekkor járulnak a választópolgárok az urnák elé. Brnabić közölte, azokban az önkormányzatokban, amelyekben júliusban és augusztusban lettek volna a választások, az Alekszandr Vučićjal folytatott egyeztetéseknek megfelelően előre hozták a voksolást. Nakon praktično 17 dana razgovora sa svim poslaničkim grupama ili najvećim brojem svim onim koji su želeli da se odazovu pozivu na dijalog i iscrpljivanja svih mogućnosti razgovora oko različitih opcija donela sam u konsultacijama sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i uz njegov savjet odluku da prihvatimo zahtev opozicije grupisane oko Srbija protiv nasilja i novog DSS-a POKS NADA, kako god se već sve zovu, Miloša Jovanovića, koji su mi predali tokom razgovora i da raspišemo sve one izbore kojima je vreme padalo za juli i avgust, da ih raspišemo sve zajedno sa beogradskim izborima i da se svi održe 2. juna. Nincs olyan népirtás, amit az ENSZ közgyűlés által a szrebrenicai határozattervezetet aláíró országok ne követtek volna, elmondta Ivica Dačić. Szerbia külügyminisztere hangsúlyozta, harcolni fognak a döntés ellen. Németország, Ruanda és Bosznia-Hercegovina tegnap bemutatták a határozattervezet 0. változatát, mondta el a szerb külügyminiszter. Ivica Dačić kifejtette, hogy nem volt egyetértés a határozatot tekintve az országok között. Szerbia külügyminisztere kiemelte, sok ország ellenezte azt a módot, ahogy ez a szöveg elfogadásra került, de ennek ellenére nem mutatkozott igény annak megvitatására. Mint ahogy beszámoltunk róla, a tervek szerint az Egyesült Nemzetek Szervezete elé kerül egy határozat arról, hogy július 11-e a szrebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapja legyen. Vajdasági magyar fogyatékkal élő sportolók számára nyílik lehetőség hamarosan a Magyar Paralimpiai Bizottságnak köszönhetően. A bizottság szándéka a Vajdasági Magyar Szövetséggel és a Magyar Nemzeti Tanáccsal karöltve a fogyatékkal élő vajdaságiak összefogása és egy ösztöndíjrendszer kidolgozása, amelynek köszönhetően a tehetséges fiatalok Magyarországon ismerkedhetnek meg a sportolási lehetőségekkel. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke azzal a szándékkal kereste fel a Vajdasági Magyar Szövetséget a párt szabadkai székházában, hogy együttműködést kezdeményezzen a magyar parasport mozgalom és a fogyatékkal élő vajdasági magyarok között. Az elvi megegyezés szerint a bizottság és a Magyar Nemzeti Tanács olyan alkalmakat hoznak létre, amelyeken megismertetik a fogyatékkal élőket a sportolási lehetőségekkel. A Magyar Paralimpiai Bizottság olyan döntően azt hiszem inkább fiatal fogyatékosoknak fog kínálni
ösztöndíj lehetőségeket arra, hogy Magyarországra jöve kipróbálják a sportolási lehetőségeket, és hogyha ottani edzők, sportszakemberek őket tehetségesnek, talentumosnak találják, akkor megteremtsük annak a lehetőségét, hogy itt a Vajdaságban ők sporttevékenységet folytassanak. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke úgy fogalmazott, a sport a nemzet politikai jó eszköze, és nyitott kell, hogy legyen mindenki számára. Abban maradtunk, hogy a Paralimpiai Bizottság és a Magyar Nemzeti Tanács megkötne egy együttműködési megállapodást, azért nem a Vajdasági Magyar Szövetség, mert a sport jobb, hogyha nem párt színezetű, ugyanakkor nemzetpolitikai célokat kell szolgálnia, és a Magyar Nemzeti Tanács segítene abban, hogy az érintettekhez ez a lehetőség eljusson az ősz folyamán, azt követően, hogy hamarosan aláírásra kerül ez az együttműködési megállapodás, szerveznénk egy rendezvényt, ahol jelen lehetnének az érdekeltek, bemutatásra kerülnének a lehetőségek. Az együttműködési megállapodás megkötése után az első lépés az érdeklődés felmérése lesz. A felek feltett szándéka, hogy a fogyatékkal élő vajdasági magyarokat is összefogják és szervezzék. Az intermodális áruszállítás jelenlegi helyzetéről és a fejlesztési lehetőségeiről tanácskoztak Újvidéken. Ennek lényege, hogy az árukat egy rakodási egységként különkezelés nélkül különböző szállítási módok juttatják el a kívánt helyre. Ezáltal egy szállítási láncban egyesítik a vasúti és közúti, valamint a vízi és légi közlekedési módok előnyeit. Az értekezleten a modern áruszállítás legfontosabb kérdéseivel foglalkoztak. Boskó Vucurevics, a Vajdasági Gazdasági Kamara elnöke az intermodális áruszállítás előnyeiről és fontosságáról beszélt. Gotovo 30% utiče na cenu robe, a da ne govorim o efikasnosti i brzini prevoza današnje robe. A konferencián Anita Dimoszky, építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális segédminiszter azt mondta, fontos a különböző áruszállítási módok modernizálása, ennek feltétele pedig a meglévő közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Vlada Republike Srbije i ministarstvo je prepoznalo značaj intermodalnog terminala na način da razvoj drumskih saobraćajnica, razvoj železničkog saobraćaja predstavlja osnov i preduslov za razvoj intermodalnog terminala. Kern Imre, Szabadka alpolgármestere, az Északbácskai város szerepét és jelentőségét hangsúlyozta az együttműködésben. Szerinte az eddig végbe ment infrastruktúrális fejlesztések lehetővé teszik, hogy Szabadka fontos intermodális központ legyen. Szabadka város fölismerte annak fontosságát, hogy felkerüljön az ország, illetve tartomány térképére egy logisztikai központ formájába, illetve intermodális központtal. Ez meg is történt az elmúlt években, és Szabadka város fejlesztési, stratégiai fejlesztési tervében is ez a program szerepel, valamint a megfelelő városrendezési dokumentumokban is. A fejlesztéseknek és az intermodális áruszállítás megvalósításának köszönhetően a szállítás költséghatékonyabb lesz, és ezáltal a termékek ára is kedvezőbb lehet, ami elengedhetetlen a világpiacon való érvényesüléshez, mondták az illetékesek. A szerdai horvátországi parlamenti választásokon leadott szavazatok 90%-os feldolgozottságánál is vezet a jobb oldalt kormányzó horvát demokratikus közösség a szociáldemokrata párttal szemben, közölte a Horvát Választási Bizottság. A HDZ kihirdette győzelmét, de nem szerzett abszolút többséget, így koalíciós partner kell találnia. A részeredmények tükrében a HDZ a Diaszpora 3 képviselőjével együtt 60, az SDP irányította Igazság folyói nevű koalíció pedig 42 mandátumot szerzett a 151 fős törvényhozásban. A harmadik helyen a Vukovári Iván Penava polgármester vezette jobboldali konzervatív hazamozgalom pártál 14 mandátummal. A kormányalakításhoz a HDZ-nek 76 képviselő támogatására van szüksége.
A mérleg nyelve a hazamozgalom lehet. Végleges eredményeket csütörtök délután közöl a Horvát Választási Bizottság. A horvátországi magyarok demokratikus közössége is ott lesz a horvát parlamentben. Jankovic Róbert közösségi oldalán azt írta, 2804 magyar szavazat, újabb 4 év a horvát táborban. A horvátországi magyarok ismételten erőt mutattak, így Jankovic Róbert lesz a 3. legnagyobb legitimációval rendelkező képviselő a horvát parlamentben, írta ezzel kapcsolatban a magyar külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Szijjártó Péter Facebook oldalán gratulált Jankovic Róbertnek, és sok sikert kívánt a magyar érdekek képviseletéhez. Oroszország szerint a fronton Ukrajna helyzete jelenleg elég kedvezőtlen, egy újabb amerikai hadi segítség nem sokat tudna ezen változtatni, ellenben ellenségeskedést szülne. Ukrajna közben bejelentette, 4 orosz rakétaindítót, 2 radarállomást és más eszközöket semmisített meg a Krím-félszigeten. Legalább 1 ember meghalt a kelet-ukrajnai Donyeck megye nyugati részében fekvő Szelidove településén az orosz erők támadásában, közölték az illetékes hatóságok. 2 ember megsebesült Krasznohorivkában is, és több más települést is ért találat. Az ország déli részén fekvő Herszon régióban 16 ember sebesült meg az elmúlt 24 órában több orosz támadásban. Az ukrán légierő közölte, hogy szerda este 13 támadó orosz drónt lőtt le. Az ukrajnai háború eseményeit az informális uniós csúcsértekezleten résztvevők is kommentálták. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke közölte, az uniós tagállamok vezetői egyetértettek abban, hogy sürgősen légvédelmi eszközök átadásával kell biztosítani Ukrajna védelmének megerősítését. Az uniós tagországok állam, illetve kormányfői elítélték Oroszország nem szűnő légi és rakéta támadásait Ukrajna polgári lakossága, valamint polgári és létfontosságú infrastruktúrája ellen, beleértve az energiaágazatot. Az Európai Unió és tagállamai fokozni fogják a humanitárius és polgári védelmi segítségnyújtást olyan berendezések biztosítása által, mint az áramfejlesztők és a transzformátorok, tájékoztatott Charles Michel. A résztvevők egyben üdvözölték azt a javaslatot, amely szerint az uniós bankokban befagyasztott orosz vagyonból származó kamatbevételeket Ukrajna javára kell felhasználni. Szembe kell nézni azzal a lehetőséggel, hogy Oroszországnak a közelgő júniusi európai választások előtt dezinformációs eszközökön keresztül a Kreml barát érzelmek erősítésére tett kísérletei már nem csupán fenyegetést jelentenek, jelentette ki Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke. Az Európai Parlament készen áll arra, hogy minden lehetséges módon támogassa az uniós tagállamokat a demokratikus döntéshozatali folyamatainkba való rosszindulatú beavatkozás visszaszorításában és kezelésében, tette hozzá. Metsola szerint Ukrajna, Moldova, Grúzia és a Nyugat-Balkán unió csatlakozásának továbbra is kiemelt helyen kell szerepelnie a stratégiai és politikai napirenden. Az uniós tagállamok vezetői egyetértettek abban, hogy szankciókat kell hozni Irán ellen az Izrael elleni hétvégi támadás miatt, hangsúlyozta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben az informális uniós csúcsértekezleten. Irán tetteit az Európai Unió minden szerve elítélte, ugyanakkor a gázai övezetben élők segítségére is felszólította az érintetteket. Minden erőfeszítést meg kell tenni a Közel-Kelet stabilitásának elősegítése és a helyzet elmérgesedésének megakadályozása érdekében. Értetek egyet az uniós csúcs résztvevői az izraeli-gázai-iráni helyzettel kapcsolatban. Egyben felszólították Teheránt és szövetségeseit, hogy hagyjanak fel minden olyan művelettel, amely növelheti a feszültséget a térségben. We condemn this attack launched by Iran against Israel. We have decided to put sanctions, to put in place sanctions against Iran. This is a clear signal that we want to send. And we also want to do everything to protect the civilians. Each civilian life matters. We call on the release without any conditions of all hostages. We call on a ceasefire, an immediate ceasefire, and we want the humanitarian access for the people in need in Gaza. Iránnal kapcsolatban Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is felszólalt. Mint mondta, Irán hétvégi támadása Izrael ellen további feszültségeket gerjeszthet a térségben. Az EU továbbra is azon fog dolgozni, hogy a feszültség csökkenjen és elkerüljük az újabb vérontást, hangsúlyozta. Hozzátette, hogy az aggasztó fejlemények indokolják az újabb szankciók bevezetését Teherán drón és rakéta programjai ellen.
In Gaza, the situation remains desperate. Let me reiterate that the European Parliament will keep pushing for a ceasefire. We will keep demanding the return of the remaining hostages, while maintaining that Hamas can no longer operate with impunity. This is how we get more aid into Gaza, how we save innocent lives, and how we push forward the urgent need for a two-state solution that gives real perspective to the Palestinian people and security to Israel. Israel Katz, izraeli külügyminiszter üdvözölte az EU Irán elleni szankciókra vonatkozó döntését. Ez egy fontos lépés a kígyó méregfogainak kihúzása érdekében, írta a politikus az X-en, vagyis a korábbi nevén Twitteren. Hozzátette, Iránt most kell megállítani, mielőtt még késő lenne. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Hertelendi falván az evangélikus, a katolikus és a református hívők együtt énekeltek és imádkoztak. Tanári hangversenyt tartottak Magyar Kanizsán. A híradót követően ma is lesz közügyek. Hírháttér műsorunkban Bíró Tamara számít a nézők figyelmére. Hozzákapcsolunk. Szia! Milyen témákkal készültök? Köszöntöm a nézőket, szia Móni! Idén is lesz vajdasági mentorprogram, a jelentkezési feltételekről és a program sikerességéről beszélgetek a műsor elején az illetékessel és a résztvevőkkel. A műsorból azt is megtudhatják, milyen Szabadka központjának vízvezetéke. Megjelentek a tartományi mezőgazdaság fejlesztési alap hitelkonstrukciói, az igazgatót kérdezem a részletekről. Idén nyáron is lesz Lakefest Topolyán, vendégem néhány kulisszatitkot is megoszt velünk. Temerinben pedig ma tartják a középiskolások népművészeti vetélkedőjét, élőben kapcsolunk majd a helyszínre. A híradó után várom Önöket. Köszönjük szépen, Tamara! Községi közlekedési versenyt tartottak Magyar Kanizsán, külön kategóriában versenyeztek az óvodások és az általános iskola első és második osztályos tanulói is. Magyar Kanizsa község közlekedésbiztonsági tanácsa idén már második alkalommal vesz részt a község oktatási intézményeivel karöltve a közlekedési versenyen. Hármas csoportokat kialakítva kellett válaszolniuk a gyerekeknek a közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre. A feladatokat a korosztálynak megfelelően állították össze. Első körben például fel kellett ismerniük a járműveket a hangjuk alapján. Az iskoláskor előtti intézmény óvisait az óvónők, míg az első, második osztályos gyerekeket a tanítók készítették fel a versenyre. Az eseménynek a Jován Jovánovics Máj általános iskola már másodszor biztosított helyet. Úgy érezzük, ez egy nagyon fontos dolog, ami az elsősöket, a másodikosokat, az óvodásokat, a fiatalokat, fiatal gyereket fölkészíti arra, hogy részt vegyenek a közlekedésben, és hát azokat az elméleti tudást megszerezzék, ami szükséges ahhoz, hogy a mindennapi életben önállóan tudjanak közlekedni. A múlt hónapban a község iskolái és óvodái a saját intézményeikben megtartottak egy felmérőt, melynek legjobbjai vettek részt a mostani versenyen. A legjobban teljesítő csapat részt vesz majd a körzeti versenyen. Az óvodásoknak csak egy ilyen hangfelismerés, színfelismerés, egy ilyen nagyon egyszerű kis teszt lesz. Értelemszerűen, ahogy idősödnek első és másodikosok, komolyabb tesztek vannak, 3 vagy 5 oldalas teszteket kell, hogy megoldjanak a közlekedéssel kapcsolatosan. A verseny a Magyar Kanizsai Önkormányzat támogatásával valósult meg, melyen 36 gyermek vett részt. A Krisztus Hívők Egységért tartottak összejövetelt a helyi vallási közösségek tagjai Hertelendi falván a imahét keretében. Az evangélikus, katolikus és református egyháztagok együtt énekeltek és imádkoztak. Szlovák és magyar nyelven hangzott el a 2024-es ökumenikus imahét anyaga, amelyet egy Burkina Faso-i ökumenikus munkacsoport készített el. Onnan küldték szét a világ minden tájára. A már Hertelendi falváról elszármazottak közül is többen visszatértek erre az alkalomra. Szeretek, amikor hazajövök, hogy a templomban az ismerősökkel is találkozunk. Nagyon szép volt.
A hertelendi falvi katolikus közösségben nagyon kevesen maradtak, de összetartanak és szívesen vesznek részt ökumenikus imaórákon. Csak amikor kihirdette a plébános, ha jövünk, persze, hogy jövünk. És körülbelül amennyit itt látsz, ennyien vagyunk a misén is, összetartunk, de különben szeretek ilyen helyekre jönni. A hertelendi falvi szlovákok és magyarok a hétköznapjaikban is találkoznak, hiszen egymás szomszédságában élnek. Az ökumenikus imaórán is közösen imádkoztak. Već smo imali mi to kod nas u crkvi i znali smo šta možemo da očekujemo i kad nam je sveštenica dala onaj raspored, videli smo da će biti stvarno lepo. A hertelendi falvi evangélikus egyházközösség lelkésznője alig 2 éve szolgál egy kis közösségben. Örömmel vállalta az ökumenikus istentiszteleten való részvételt. Ale predtým mali sme modlitby v Belehrade, tiež ekumenické, aj modlili sa, sme sa nielen s kresťanmi, ale aj s moslimami, modlili sme sa za mier. Cítim, že je veľká potreba v láske u všetkých ľudí. A keď sme spolu, tak viac cítime, že potrebujeme jedni druhých a že môžeme slúžiť. Vidíme často mnoho problémov, problémov vo svete, v politike. A ako kresťania máme len mať jedno na vedomí lásku, aby milovať jedni druhých, ako nám povedal Ježiš. A hertelendi falvi reformátusok és evangélikusok minden vasárnap egy időben tartják Isten tiszteleteiket. A katolikus közösséggel is évente több alkalommal vesznek részt egymás ünnepein. Együtt élünk, van sok vegyes házasság is, de nagyon fontos az, hogy Krisztusban megtaláljuk az egységet. Annak ellenére, hogy például az evangélikus testvéreink azok szlovák anyanyelvűek, mi reformátusok pedig magyar anyanyelvűek vagyunk. Keressük egymást, és szükségünk van egymásra. Én csak Istennek hálát tudok adni, hogy valóban szívből keressük egymást. A hertelendi falvi 3 egyházközösség tagjai egységesen imádkoztak, és kísérték figyelemmel a lelkészek által felolvasott szövegeket. Semmit nem gyakoroltunk be, csak éppen megbeszéltük, és éppen ez a gyönyörű szép, hogy ilyenkor a Szentlélek teszi azt, amit maga is átérzett, és vagyis átélt, hogy mintha ez már be lett volna gyakorolva. Tehát ez egy Szentlélek dolga, hogy így ezáltal is kifejeződött az egység. A záróimádságok előtt elhangzott a szeretet himnusz szlovák és magyar nyelven. Mindannyian azt remélik, hogy jövőre ismét együtt imádkoznak. Tréfás tanári hangversenyt tartottak a Magyar Kanizsai Művészetek Háza színpadán. A könnyedebb hangvételű előadás a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola és az Óbecsei Petár Kónyovics Alapfokú Zeneiskola tanárainak és diákjainak közreműködésével jött létre. Nagy volt az érdeklődés a tréfás hangversenyre, amelyen a könnyedebb zenék mellett modernebb hangzású dallamok is felcsendültek. A színpadon közel 100 tanár és diák előadásában tekinthették meg a szórakoztató programot az érdeklődők. A műsor olyan lesz, hogy lesznek fent a tanárok is, meg a tanulók is, és azt gondoljuk, hogy épp azért, mert ez nem lesz először, ez már a harmadik koncert, amelyiket úgy csináltunk, hogy együtt legyünk fönt és zenekarral, meg kórussal.
A Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola decemberben megtartott hangversenye komolyabb darabokból állt, míg a mostani célja inkább az, hogy mosolyt csaljanak az emberek arcára. Nem véletlen, hogy éppen ebben a hónapban szervezték meg, hiszen pont olyan tréfás az előadás is, mint maga az áprilisi hónap. Erre a tréfás hangversenyre igazából bennünk tanárokban is kialakult az igény, és úgy gondoljuk, hogy a közönségnek is nagy szüksége van rá, mert ugye amellett, hogy mi komoly zenét játszunk, kell egy kicsit ezen lazítani, kell egy kis nevetés, és kell, hogy közelebb hozzuk a gyerekekhez is. Az előadást a teltházas közönség nagy tapssal és jókedvvel jutalmazta. Természetvédelmi kárt okozhatnak a költési időszakban végzett fa- és bokorkivágások. Ezért fokozott óvatosságra inti a szakembereket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A közeledő május 10-i Madarak és Fák napja alkalmából az Egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy a szaporodási és vegetációs időszakban végzett fa- és bokorkivágások súlyos természetvédelmi kockázatot jelentenek. A bokros fás élőhelyekhez kötődő énekes madaraink költési szezonja már márciusban megindul a fészeképítéssel. A tojások kiköltése és a fiúka nevelés pedig április második felétől június elejéig tart. Ezt követően számos fajnak másodköltése is van június-júliusban. Természetesen a tavasz és a kora nyár más állatcsoportok és a növények számára is fontos szaporodási virágzási időszak. Éppen ezért az ilyenkor végzett különösen a nagy kiterjedésű bokor és a fakivágások védett és fokozottan védett állat- és növényfajok tömeges sérülését, elhullását okozzák. Hiába egykapuzott szinte végig az egész meccsen a City, a 120 perc alatt csak egyszer tudott betalálni. A 11-eseket pedig jobban lőtték a madridiak. A Real Madrid jutott a négy közé a labdarúgó bajnokok ligájában, miután a negyeddöntő szerdai visszavágóján 11-esekkel búcsúztatta a címvédő Manchester City-t. A Bayern München 3-2-es összesítéssel a bajnokok ligája elődöntőjébe jutott, miután a negyeddöntő szerdai visszavágóján hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Arsenal csapatát. A német sztárcsapat sorozatban 3-4 döntős BL kudarc után jutott elődöntőbe, ahol ezt megelőzően 2018-ban járt legutóbb. Eddig tartott a híradó. Érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei címszavakban. Június 2-án tartják meg Szerbiában az összes aktuális önkormányzati választást, ismertette Anna Brnabic. A VMS elnöke a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével egyeztetett. Az intermodális áruszállítás fejlesztési lehetőségeiről tanácskoztak Újvidéken. Községi közlekedési versenyt tartottak Magyarkanizsán. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a panon.rtv.com-ot. Folytassák velünk az estét. A viszontlátásra!